Kellemes novemberi estét kívánok! A szombat esti Pápa Eto összecsapáson sem sikerült kilábalniuk a gödörből a horvát Ferenc vezette zöldfehéreknek, igaz ebben óriási szerepe volt a pályára zúduló hihetetlen csapadék mennyiségnek is. Uralta a játékot az Eto, és jóval több lehetőségük volt a győrieknek, a gólszerzéssel viszont hadilábon álltak. A meccs elején főleg Priskin volt veszélyes Szűcs kapujára. Valamivel több mint fél órányi játék után aztán Rudolf gólt szerzett, de a játékvezető nem adta meg, mert kézzel ért a labdához. Azon a 16-oson belül konkrétan most már tényleg áll a víz, ahol a Pápa fog majd védekezni. 0-0-val fordultak a felek, és a második játékrészben sem csökkent az égi áldás, bocsánat, verés mennyisége. Távoli lövésekkel is próbálkoztak a felek, ezek azonban vagy elkerülték a kapukat, vagy a portások védtek. A végeredmény maradt a 0-0, ami a hazaiakra nézve hízelgő, ugyanakkor a horvát legényeknek talán be kellett volna húzniuk a meccset. Az Eto 5 forduló után egy győzelemmel és a mostani döntetlennel a 10. az OTP Bankligában.